Sziasztok! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretnék még várni egy picit, amíg ide érnek az érdeklődők. Addig előveszem és megmutatom, hogy mi az, amit szeretnék veletek ma elkészíteni. Ez elég érdekes. Tehát ez egy nagyon érdekes történet, ugyanis az üvegfestésen kromporokat alkalmaztam. Ezért így a videóban elég nehezen látszik a valódi fénye a poroknak, mert ugye nagyon nehezíti az üvegnek a tükröződése is, de ezért így most én megpróbálom billegtetni. Jó? Hogy így hátha jobban látjátok. Majd esetleg szeretnék kérni egy kis visszajelzést. Most még így egy picikét azért várok. Jó, illetve rákukkolok itt a videóra, hogy így akkor, ahogy látom, rendben vagyunk. Sziasztok! Még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit. Jó. Egy nagyon pici türelmet kérek. Jó. Az a helyzet, hogy a mostani videót azt egy nagyon kedves barátnőm, a Cippel Judit és férjének a segítségével több kameraállásból fogom felvenni. Tehát, hogyha itt nagyon pici kis tévedések és csúszások vannak, azért elnézést kérek, de én is nagyon-nagyon izgulok. Na, tehát mutatok egy ilyet, ezt fogjuk most elkészíteni, illetve több dologról fogunk beszélni a porokkal kapcsolatban, ugyanis ez a kép is így készült, csak ez egy kicsit hosszadalmasabb technikával. Igazából én ezen a képen próbáltam meg legelőször a porokat az üvegfestéssel keverni. Jó, ezt is egy picit leteszem. Illetve megmutatom még a cicát, jó? Nézzétek csak! Tehát ő is egy ilyen elég fantasztikus lehetőség. Tényleg nagyon megpróbálom, itt nézem a kamerát, hogy úgy tartsam, hogy lássátok, hogy így milyen fantasztikus fénye van, de ez elég nehéz. Nos, hát akkor nézzük, hogy mi az, amit ma el fogunk készíteni. Van egy kinyomtatott tollas mintám. Én itt azért húztam be ide ezeket a vonalakat, mert ezekre a vonalakra fogunk írni, jó? A kromporok egyébként tökéletesen tapadnak az üvegfestéken egy ideig, és a kontúron, viszont a kontúron nagyon-nagyon hosszú ideig. Jó? Tehát az első az az lesz, hogy ugye ki fogom kontúrozni a kis tollacskákat. Bármilyen sziluett mintát le tudtok tölteni gyakorlatilag az internetről. Amikor olyan mintát kerestek, ahol sötét felület van, ott érdemes azt beütni, hogy sziluett. Mutatok itt még egy ilyen cicásat, őt is meg fogom mutatni, hogy hogyan készítem el, és miért. Úgy, jó? Na, tehát akkor az első, természetesen a mintát föl fogom majd tenni. Tehát az első, hogy lógatásos technikát szeretnék alkalmazni, jó? Itt néha bele fog lógni a kezem, ezért elnézést kérek. Tehát a lógatásos technika, aki esetleg most csatlakozott ahhoz, hogy üvegfestés, az azt jelenti, hogy a kontúrt gyakorlatilag elemelem az üvegtől, tehát nem az üvegen húzom végig a kontúr csőrét, hanem az üveg felett lógatom. Ne ijedjetek meg, hogyha a kontúrvonalaknál bizonyos részek kimaradnak, jó? Ez egyáltalán nem jelent problémát, mégpedig azért nem, mert
Alapot el fogjuk venni, tehát az üveget le fogjuk venni alapról, tehát abszolút nem fogja látni az, akinek esetleg eladjuk a képet, vagy odaadjuk a képet, vagy akár saját magunk, hogy ott most 1-2 milliméter csúszás történt, illetve eleve ugye ezek a tollak, ezek pont egy olyan minták, amik folyamatosan változhatnak, jó? Tehát nem esünk kétségbe, nem kell letörölnünk, jó? Akkor mutatom tovább. Itt a tollnak a mintáját, vagy a tollnak a szár részét, azt ugye természetesen megrajzolom, jó? Nagyon fontos, hogy a kontúrnál, amikor már a kontúr kevés van a végébe, én ide készítettem egyébként egy teli kontúrt is, de azért ezt így mindig szeretem elmondani, hogy tessék feltekerni. Tehát az anyag az minél közelebb legyen a csőrészhez. Ez azért nagyon-nagyon fontos, mert ha nekiállunk a kontúrt középen nyomni, akkor két oldalra fogjuk nyomni a festéket, aminek semmi értelme, mert két oldalra fogunk erőt kifejteni. És ezáltal ugye lefele, az üveg fele sokkal, de sokkal kevesebb kontúr fog menni. Jó? Tehát ez szerintem nagyon fontos. Itt, ha valaki szeretne, akkor természetesen módosítani is tud a tollacskákon. Tehát bele tudunk tenni esetleg ilyen plusz kis mintákat. Jó? Javaslom, hogy most figyeljétek egy nagyon picit a kis ujjamat. A kis ujjam eláll a többi ujjamtól, tehát nincsen behajlítva, hanem a kis ujjam végig kíséri a munkát. Ez azért van, mert gyakorlatilag én a kis ujjammal támasztok alá. Jó? Van, amikor nem tudom. Most azért kicsit furcsa a kontúrozás, mert ugye a kamera fixen van beállítva, tehát nem nagyon szeretném elforgatni a munkát, de tudjátok, hogy ugye az üveglapot bármikor el tudjátok forgatni, jó? Úgyni. Majd mindjárt megmutatom, hogy miért kerültek oda azok a vonalak. Itt is lehet sokkal több ilyen kis toll cirádának hívjam, vagy hogy hívjam. Tehát, hogy sokkal többet is csinálhattok, esetleg kevesebbet. Itt ugye nem fog mindegyik toll beleférni az üveglapba, ezért is így helyeztem el az üveglapot. A kontúrnak a száradási ideje minimum 2 óra, jó? Tehát 2 órán belül ne kezdjük el festeni. Bele fogunk nyúlni, ez az egyik. A másik meg, ha esetlegesen bármilyen javítást szeretnénk eszközölni, akkor nem tudjuk a kontúrt úgy leszedni, hogy még így nem masszatolódjon el. Tehát nem tudjuk egyenesen levágni, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Ne haragudjatok, de nem nagyon tudom most a hozzászólásokat figyelni. Próbálom, de most inkább erre a munkára koncentrálok, jó? De utána megpróbálok megválaszolni mindent. Na, szóval ennyit a koncentrálásomról. Tehát ő itt teljesen fölösleges volt, mert ugye idáig van húzva a vonal, és itt ugye már kilógna az üvegből. Tehát fültisztító pálcikával megfogom, és ilyen tekerő mozdulattal most egyszerűen csak letörlöm a kontúrt, mert ilyenkor ugye nem masszatolódik még el. Úgyni. Jó, és akkor esetleg egy kis papírral még itt utána tudunk törölni, hogy semmi gond ne legyen. Nos, én azért tettem ide ezeket a vonalakat, mert voltak ám itt így egyenesen is vonalak, lehet, hogy így nagyon halványan látszik, de hát gyakorlatilag az egyenes vonalaknak az ég egyet a világon semmi értelme nem volt, ugyanis eltolták az írást, mert én ide szeretnék írni. Tehát ide jöhetnek azok az írások, ami az előző, illetve a fő képen szerepel, hogy otthon, hit, család, bármi, amit szeretnétek.
Ezeket ki lehet nyomtatni, tehát nyomtatóval, és akkor úgy ugye alátenni, tehát ugye a papírt el tudjuk forgatni, de akár így teljesen egyszerűen is alá tudjuk írni, jó? Itt viszont a kontúrt az üvegen húzom, jó? Tehát most azt írom, hogy szeretek nagyon festeni. Jó? És akkor ide ugye jöhet bármilyen más szöveg. Kivesztem alóla, és akkor meg tudjátok nézni. Parancsoljatok. Tehát így néz ki a kikontúrozott történet. Fekete üvegfestékkel fogok dolgozni. Ebben már nincs olyan nagyon sok. Tehát előveszek egy újat. Arra vigyázzunk, hogy ugye ha a munka felett bontjuk ki a festéket, akkor hogy ugye ne kenjük el, vagy hogy nehogy rácsöpögjön a munkára. Tehát a kontúr száradási ideje hivatalosan 2 óra. Kérlek, hogy tényleg várjátok meg. Én most az elsőnél fogom megmutatni a festést, és utána a többinél én is meg fogom várni a száradási időt. Mert ilyenkor, amíg a kontúr nem teljesen száraz, sokkal nagyobb esély van arra, hogy hibázunk, mert hát ugye Murphy, a kedves drága Murphy-nk, illetve ugye nem tudjuk javítani a hibánkat, illetve átfolyhat a festék. Jó? Tehát az a legbiztosabb, tényleg a minimum 2 óra. Lehet más színnel is. Tehát bármilyen színt lehet használni. Ha olyan festményt szeretnétek krómpigmenttel díszíteni, ami már régebb óta készen van, akkor azt javaslom, hogy magát a felületet, amit díszíteni szeretnétek, azt színtelen üvegfestékkel kenjétek át. Ezt majd mindjárt meg fogom mutatni a hölgyikénél, ugyanis ott tényleg egy ilyen tesztkép, ami készült. Az eredeti tervem az az volt, hogy én megfestek mindent nagyon szépen üvegfestékkel, majd közé, az üvegfesték közé beteszem, ugye, a dipping paint anyagot, ami ugye hivatalosan a krompigment alá való. Ezt én el is készítettem, tehát amit láttatok az előbb képet, de mindjárt meg fogom még egyszer mutatni, a hölgyinek a ruháját, szépen megfestettem üvegfestékkel, majd ugye betettem a fekete anyagot, természetesen azért úgy igyekeztem jó intenzíven oda tenni, tehát hogy úgy mutasson meg, hogy úgy biztos, ami biztos alapom, azonnal mutatom, hogy biztos, ami biztos alapon, itt mindenhol, tehát ez itt nem üvegfesték, csak a színesek, rátapadjon a pigment, majd amikor rá egy napra megkentem pigmenttel, gondolom láttátok már ugye az előző videókat, de úgyis mindjárt megmutatom, akkor a pigmentek beleragadtak az üvegfestékbe. Tehát gyakorlatilag minden króm lett. Na most innen jött az ötlet, hogy akkor a krómpigmentet nem csak a kontúrozásra lehet alkalmazni, hanem tökéletesen lehet alkalmazni az üvegfestésre is. Most itt megint megpróbálom egy picit megmutatni a csillogását. Sajnos elég nehéz, tényleg. Tehát egyszer lehetetlen, mert minden visszatükröződik, minden belelátszik, de remélem sikerül. Tehát én azt csináltam, hogy utána, miután mindent bedörzsöltem krompigmenttel,
fogtam, és visszamentem a króm pigmentre rá az eredeti színű üvegfestékkel. Tehát ahol zöld volt, és zöld pigment került bele, hogy zölddel egy kicsit, a kéknél egy kicsit kékkel, de ugye nem mindenhol. Tehát nézzétek, csak itt látszik, hogy üvegfesték van. Itt viszont pigment. Itt a króm pigment. És ez adja meg ezt a csillogását, ezt a sejtelmességet, hogy hol ez, hol az, hol ez, hol az. Tehát ez a folyamatos változás, jó? És tehát igazából utána ugye megszáradt az egész, és akkor utána még beletettem ezeket a fehér kis pöttyöket. De ezt meg fogjuk mutatni, vagy ezt meg fogom mutatni a cicánál, jó? Hogy lehet akkor azt elérni, hogy valóban az a hatás legyen, amit szeretnénk. Nos, akkor én most visszatérek az asztalra, jó? Tehát itt tartunk, itt a felirat, és én ezt most egy picit félreteszem, jó? Ugyanis én ezt megfestettem tegnap este, tehát én ezt tegnap este megfestettem. Itt az a felirat szerepel, hogy azok, akik nem akarnak senkit utánozni, semmit nem termelnek. Salvador Dalinak a mondata. Tehát bátran utánozzatok minket, a kollégáimat is, bátran használjatok mindent, amit mutatunk és csinálunk, jó? Na, és akkor most jönnek a csodák. Na, nézzük csak. Tehát itt vannak a pigmentek. Imádom. Tehát tényleg, fantasztikus. Kicsit idehozzom, jó? Na nézzük csak. Tehát, óvatosan nyissuk ki őket, jó? Mindegyiken van egy ilyen védőréteg. Én ezt vissza szoktam tenni a kupakjára, mert én képes vagyok keverni. Tehát tudjátok, én az üvegfestéket is össze-vissza. Tehát ahogy lehet. Én most itt kibontogatok mindent, jó? És akkor megnézzük, hogy melyik, hogy fog kinézni, jó? Remélem, hogy amit az előbb mondtam, az olyan szinten érthető volt, hogy először mindig azt a részt festjük meg, ahová a krompigmentet szeretnénk betenni. És utána festjük meg a többi részt, jó? Mert fordítva nem működik, ugyanis tényleg minden tiszta pigment lesz, tehát ilyen metálos csillogás. Viszont én kipróbáltam egy 6 hónappal ezelőtt festett képemen, ahol viszont már nem fogta meg az üvegfestéket, hanem kizárólag a kontúrt. Tehát a kontúrt azt képes bármikor megfogni. Na, nézzük! Tehát én itt ugye elkezdem, én fogom, és én az ujjacskámat egyszerűen belemártom, jó? Muszáj vagyok így egy picit kivenni a dobozból, mert már csak nagyon az alján van. Na, és fogom, és így elkezdem beledörzsizni. Jó? Ez most meg fogja fogni a kontúrt is, és meg fogja fogni magát a festést is. Jó? Mindenhol. Tehát kivétel nélkül, opa, hiányzik egy narancssárgám. Itt a narancssárgám, bocsánat, ez most így hiányzott. Érdemes vegyíteni. Tehát érdemes, hogy egy kicsit, én ezt úgy találtam ki, hogy elindulok az aranyból, itt átjövök a narancssárgába, a narancssárgát itt szépen végig, ja, és az írást is, tehát dörzsöljük le az írást is. Jó? Nagyon-nagyon szépen megfogja. Viszont tessék tényleg bedörzsölni. Megmondom, hogy miért. Azért, mert én utána egy ilyen nagyon puha keffével szoktam megtörölgetni, hogy így letörölgetni. Majd itt még azért rá kell segítenünk egy kicsit, főleg így az éleknél. Tehát itt azért egy picit rá kell majd segítenünk. Jó, hogy itt azért tényleg profi módon eltűnjön a csillám az üvegről. De ez már nem olyan nehéz. Tehát
Tehát azért dörzsöljük be nagyon-nagyon erősen, mert ilyenkor még az üvegfestékben nagyon jól beletapad. Jó? Nem tudok még egyelőre arra választ adni, mert biztos, hogy lesz kérdés, hogy mennyi ideig tapad bele az üvegfestékbe. Szerintem ez nagyon függ a páratartalomtól, a lakásban lévő hőmérséklettől. Tehát a pigment szereti a nedvességet, tehát könnyebben tapad egy nedvesebb felületen, vagy ahogy a Starenki Szilvi mondta, viaszos újra, könnyebben tapad. Viszont ugye pont ezt mondtam az előbb, hogyha már azt látjuk, hogy magában az üvegfestékben nem tapad bele, akkor egy kis szintelen üvegfestéket végigfutatunk a felületen, és ugye akkor tökéletesen működik. Ezzel akár régi képeket is fel tudunk újítani. Tehát most képzeljétek el, amikor van egy mandala, és mondjuk a mandalának egyes részeit, egy-egy szirmát, egy-egy kis cikkeit újra megfestünk transzparens áttetsző alkoholbázisú üvegfestékkel, majd utána egy napos száradás után, ugye 24 óra legalább, fogjuk és beledörzsöljük a pigmentet. A kontúrokon meg fog tapadni, a többi helyen viszont nem. Jó? Tehát ez is egy új lehetőséget ad arra, hogy tudunk egy picikét játszani tovább a kis munkáinkon. Na, most folytatom ugyanígy a narancssárgával, itt fönt. De nagyon jó kis szivárványos árnyalatokat lehet csinálni. Mert hát képzeljétek el, tehát amikor ki van téve egy kirakatba például a képünk, most legyen az egy virágboltnak a kirakata, vagy gyönyörű, tehát álomszép. Tehát ahogy elmennek ott a járókelők, és úgy csillog jobbra-balra, hát szerintem fantasztikus. Most jön a piros. Mivel jó nagy a körmöm, ezt fel tudom venni a körmömmel. Jó? Hát jön a piros, és akkor ugye ezzel is így szépen átdörzsikézzük a felületet. Jó? A szöveget. Azért ez egy szerintem zseniális daliduma. Nekem ez annyira tetszik, ez a dali idézet. Nálunk üvegfestőknél ez úgyis egy ilyen állandó, úgymond paratörténet, hogy mit csinálunk, hogy csináljuk, nem másoljunk, másoljunk. Tehát nálunk ez egy ilyen állandó szüttyögés. De hát tényleg, ez tény. Tehát mindig el akarunk kezdeni valakit utánozni, és abból jönnek a jó kis ötletek. Hál' Istennek! Nos, piros, és akkor jöjjön egy kis rózsaszín. Lehet látni? Az a helyzet, hogy itt tényleg annyira nehéz megmutatni a csillogását. Próbálom helyezgetni, hogy lehet. Amikor elkészítitek otthon, akkor fogjátok igazából meglátni, hogy ez valami brutál. Fantasztikus. Tehát tényleg. Most itt előveszek egy kis nedves törlőkendőt. Ez például Cippel Judit, a kis törlőkendő. Úgyni. Ugye az üvegről le. De így sokkal intenzívebben látszik. Szerintem ezt most a videón is jobban látjátok. Kell hozzá. Még egyszer a pirossal is átmegyek, jó? Nézzétek csak! Na, most aztán tényleg egy ilyen hú-hú. Egy ilyen nagyon hú-hú. Wow! Fantasztikus! Emlékeztek szilveszterkor azokra trombita papírokra, amikor ilyen úristen millió egy csillogó színbe. Na, olyan. Tényleg, trombita színű papír. Tényleg, olyan. Zseniális, fantasztikus. Még egy nagyon fontos dolog. Ha erre most színtelen üvegfestéket teszünk, akkor el fog tűnni a szín. Nem 100%-osan, viszont nem lesz ilyen élénk. Tehát, ha ezt
pluszban festjük, de meg fogom mutatni, akkor elveszti ezt a fajta élénkségét, hanem akkor egy ilyen sejtelmes, egy ilyen éppen hogy szín marad. Ki lehet próbálni, sőt, soha ne higgyetek nekem, légy szíves, mindent próbáljatok ki, amit mondok, jó? Jó? Lehet, hogy ez csak az én ujjam csinálja. Légy szíves, mindent próbáljatok ki. Itt most jött ez a magentás, ez a lilás szín. Tehát légy szíves, próbáljatok ki mindent. Tehát ezért is mondom azt, hogy ne menjünk rá ilyenkor már színtelennel, csak a saját színével, jó? Most itt jól csinálom, nem? Letörlöm a felét. De látszik egyébként. Na, most ide akkor megint egy kis magenta. És akkor nálam jöhet alá a kék. Nagyon szépen össze lehet mosni. És hát ugye a kontúron, hát ott meg aztán tényleg. Tehát például lehet olyat is csinálni, hogy csináltok egy kontúrt. Tehát elkészítitek a képnek a kontúrját, majd utána, mikor elkészült a kontúr, akkor egyszerűen magát a kontúrt megszínezitek, akár az is lehet több pigment színnel megszínezni, az ott szépen megszárad, vagy hát egy picit úgy el van, letöröljük a csillámot, megszárad, tiszta bolond vagyok, a kontúrnak nem kell száradnia, mármint hogy a krompigmentnek, csak a kontúrnak. Tehát letöröljük a csillámport, és akkor utána festjük meg. És ugye ez, amikor visszatükröződik a napfényben, a lámpafényben, tehát ez egy olyan hatást ad, amit gyakorlatilag semmi. Tehát tényleg fantasztikus. Tehát most itt ugye a legelején mutattam az órát. Tehát most, ha ezt csak úgy gondoljuk végig, hogy a legjobb, hogy ezt úgy gondoljuk végig, hogy tényleg semmi festéssel, ez csak kontúr. Tehát a cicus csak kontúr, és utána van a különböző színek belerakva. Az óralap hátulja egyébként csak simán feketével meg lehet szivacsal és akrilfestékkel így tunkodni, vagy simán lefesteni. Én ugye az is szoktam szivacsot használni, mert akkor nem látszik az ecsetvonás. Vagy egyszerűen sprével megfújni. Tehát az is egy megoldás, és akkor tökéletesen még jobban kiemelkednek ezek a króm színek. Remélem, nagyon értelmesen beszélek, mert tényleg nagyon megpróbálom itt ezt így nektek visszaadni, hogy ez, tehát megint olyan fantasztikus lehetőségek nyíltak ebbe a történetbe. Nagyon, nagyon. Na, oda följön a kék. És próbáljátok ki, tehát bátran mindenbe. Tehát nyugodtan. Ez egy felületi díszítés, fantasztikus, tehát annyira jó, hogy most már az üvegfestésben is, tehát nem csak a festés lehetősége van, hanem maga az, hogy utána hogyan tudjuk az egészet még tovább díszíteni, még tovább kezelni egy kicsit. Ezeket a betűket, ezeket mindig kihagyom. De jó ez a zöld. Zöld, ez nagyon baba. Ugye arra figyeljünk, hogy hát a másikba ne tegyük bele. És utána egyébként nyugodtan egy nedves törlőkendővel is végig lehet törölgetni. Tehát, hogyha nem nyomod rá a nedves törlőkendőt, akkor ugye nem fog lejönni. Tehát nem szabad ilyen nagyon rányomni, és akkor semmi probléma nincs vele. Itt még ugye a senkit utánozni felirat szövege. Emlékeztek, mindig mondom, hogy érdemes abban gondolkozni, hogy egy ilyen munkát
hova tudsz értékesíteni. Ugye nagyon sokan nem csak azért alkotunk, hogy a lakásunk dísze legyen, hanem nagyon sokan, tehát szerintem az alkotók 90-95%-a ugye azért is alkot, hogy ebből egy kis plusz bevétele legyen, ha csak nem ez a teljes szakmája. Tehát ilyenkor érdemes végig gondolni, hogy mondjuk például ez a tollas, ez egy nagyon jó pufa dolog megint ballagásra. Hát ugye, úgyis most jön nem sokára, ugye húsvét után már gyakorlatilag itt a ballagás szezon, tehát akár az osztálynévsort ráírhatjuk a tanárnőnek. Ott egy darab toll van, az elindul, és akkor utána mennek a gyerekek. Tehát ezzel a stílussal, ezzel a krompigmenttel, ezzel egy olyan hatást adunk a kezébe, ez egy olyan látvány, amire egy, aha, és ezt hogy csináltad? És ugye teljesen egyszerű, tehát egyszerűen csak így kenegetjük a cuccot, tehát ezeket érdemes végig gondolni, esküvő, megint csak. Ugye nekem ez a két kedvenc témám, ez a ballagás meg az esküvő, mert hát gyakorlatilag ezek azok a dolgok, amire aztán minden eladható. Hát tényleg. Szóval arra is zseniális. Tehát akár elkérni a párnak az aláírását, és már az, vagy nem az aláírását, mert lehet, hogy az így kicsit meredek, de mondjuk csak a keresztnevüket leírva, és akkor ugye a végénél ott egy toll, vagy az egyik toll jobb oldalon, a másik toll a bal oldalon. Jó, tehát szerintem ez is nagyon jó ajándék. Ugye esküvőre nagyon jól eladhatók a kísérő ajándékok, mert ugye ott a meghívottaknak is szoktak ajándékot adni. Tehát akár kis, nem feltétlenül kell üvegbe gondolkozni, tehát gondolkozhatunk plexibe is. Ugyanígy viselkedik a plexinél is, tehát mind az üvegfesték, mind a króm a plexire rákenve is ugyanígy viselkedik. Tehát abba is gondolkozhatunk, hogy így a plexire festünk valamit, szintén így krommal, és akkor utána azt adjuk az ifjú párnak. Nos, én itt a zöldbe beleviszek egy kis ezüstöt. Jó, és akkor itt meg ezüst arany fog megint visszaköszönni, és akkor körbeért a kör. Biztos, hogy lesz kérdés, mert mondom, én most ne haragudjatok, nem látom a kérdéseket. Biztos, hogy lesz kérdés a felületi kezelése, hogy díszítésnél hogy nem jön le, mit csináljunk vele. Na most így azért, tehát amikor már így előttem van és készen van, tehát ezt azért már lehet törölgetni. Tehát ezzel azért már így nagy kárt nem tudunk csinálni, tehát nem igazából fogjuk tudni letörölgetni róla a színt. Viszont én kipróbáltam, ebből most kiveszem, mert ez egy mécses tartó. Én kipróbáltam ezt a mécses tartót, ezt az eredeti festékkel, tehát az eredeti hozzá tervezett anyaggal hordtam fel rá ezeket a kis cirádákat. Megpróbálom így mutatni, mert lehet, hogy így megint jobban fog látszódni. Tehát ezeket az eredeti anyaggal hordtam, és utána bepigmenteztem, és igazából a Puring lakkal az egészet áthúztam. Várjatok, itt van. Úgy. Jó? Tehát, amikor elkészült, megszáradt, ugye ezen most az összes szín látszik, utána a Puring lakkal lelakkoztam. Ugye ez egy áttetsző lak, abszolút nem sért semmit, tehát itt nem szivacsolást alkalmaztam, hanem simán ecsettel. Tehát én úgy gondolom, hogy azok az üvegfestett képek, amiket mi úgy kezelünk, hogy a krommal, ezek utána simán Puring lakkal lelakkozhatóak. De tovább megyek, itt most ezt ki is fogjuk próbálni. Tehát az a helyzet, hogy így ez az anyag, ez számomra olyan, hogy így dolgozzon vele most már egy 2-3 hete, és mindig van valami új. Hát természetesen ez ugye akkor van, amikor elkezdem csinálni. Ó, hát ezt is ki kéne próbálni. Ó, hát azt is ki kéne. Jaj, de jó, hát ehhez hogy néz neki? Tehát merjetek. Tehát tessék próbálkozni vele, mert lehet, hogy nektek fog olyan dolog eszetekbe jutni, ami nekem soha. Tehát soha az életbe. Jó?
Most itt nem fogom 180%-ig lepucolni, jó? Tehát így a nagyját le fogom törölgetni, mert ugye az üvegről tök szépen le fog jönni így a nedves törlőkendővel. De látjátok, hogyha nincs rányomva, akkor azért ott semmi más nem sérül. Tényleg nem szabad rányomni. Tehát ilyenkor már csak így, mint egy kis cicát simizzük. Jó? Vagy most úgyis jön a húsvéti szezon, akkor legyen a kis nyuszi simi, jó? Na. Jó? Kicsit felemelem. Egy másodperc. Ide teszem magamhoz. És nézzétek csak, hogy látszik profin. Így szerintem azért látszanak elég jól a színek. Azért mese. Szerintem mese szép. Mindjárt megnézem, lehet, hogy van itt nálam fekete lap. Beteszem mögé. Nézzétek csak. És akkor ilyen a fekete. Igen, most itt látszik rajta a kézlenyomatom, meg ilyeneket, azokat le kell törölni. Aha, na most te jó. Nézzétek csak. Ugye, hogy baba? Nagyon jó. Imádom. Annyira szép élőbe. Tényleg, eddig, aki meglátta, az azt mondta, ez meg hogy. Tehát tényleg, valami fantasztikus. Na, de hát akkor mit ígértem? Azt ígértem, hogy kicsit varázsoljunk az üvegfestékkel még rá, meg hozzá, meg mellé, jó? Na nézzük, csak most így megfordítottam. És akkor mondjuk itt a piros üvegfesték. Ugye én itt használtam az előbb ezzel az ecsettel a feketét. Én most így belemártom a pirosba, és akkor én itt a kis papírtörlőmön így kitörlöm. Na nézzük. Nézzétek csak. Tehát meg fog maradni az üvegfestés alatti metál csillogás, de mégis lehet látni, hogy itt egy kicsit más. Nyugodtan bele lehet nyúlni újjal. Tehát ugyanúgy, mint ahogy én szoktam masszatolni az üvegfestéket. Tehát teljesen nyugodtan. És előveszek egy színtelent, és megmutatom, hogy a színtelennél hogy viselkedik. Jó, de nagyon szépen megkérlek benneteket, hogy próbáljátok ki. Biztos, hogy befolyásolja, mondom, a hőmérséklet is. Tehát a színtelennél ott egy kicsit, nézzétek csak, visszajön a fekete. Látjátok? Ott a szélén. Ott. Tehát visszakapom a feketét. Nem teljesen, és nem mindenhol. És az a szép az egészben, hogy mindez teljesen kiszámíthatatlanul történik. Tehát nekem az az érzésem, vagy legalábbis én, amit látok, hogy amikor megvan a fekete alapom, abba beledörzsölöm a pigmentet, majd amikor rámegy a színtelen, akkor valahogy így elkezd összehúzódni ez a krompor. És ettől alakul ki az, amit kristálytisztán lehet látni, hogy itt visszakapta a feketét, és ugye eltolódott erre a pigment. Míg a pirosnál, ahol a piros szín ment rá, ott egyáltalán nem. Ez borzalmasan érdekes. Nem tudom, hogy miért, nem tudom, hogy mi az, ami ezt kiváltja. Nem vagyok kémikus, tehát Holzer György, ugye a Pentartnak a tulajdonosa, ő biztos, hogy erre tökéletes választ tud nekünk adni. Nem tudom. De olyan zseniális hatásokat tudunk ebből kihozni. Most képzeljétek el egy rózsaszirmot. Hogy gyakorlatilag így nagyon szépen, hogyha már pontosan tudjuk, hogy hova kell tenni, melyik kontúrhoz, hogy visszatolja a pigmentet, akkor milyen hatások lehetnek, és hát ugye erre mennyire rá fog segíteni a fény, a napfény, hogy ugye besüt pont oda a falra, és szóval szerintem tuti. Szóval nagyon, nagyon imádom. Tehát ez történik az üvegfestésnél, és akkor nézzük a puringot, jó?
Tehát akkor nézzük ezt a csodálatos kis peeling lakot, mert akkor innentől kezdve ugye tisztítani is lehet. Oppa, oppa, oppa! Bocsánat, most megpróbálom kinyitni. Tehát én ugye azt csináltam az előzőnél, amit mutattam, hogy én egyszerűen fogtam, és így puring lakkal, persze nem ujjal, hanem ott ecsettel, de egyébként ujjal is rá lehet menni. Tehát én így lelakkoztam ezt a felületet. Na most innentől kezdve teljesen biztos, hogy ez mosható. Most mennyit mosunk egy üvegfestett képet? Tehát amikor én egy képpel dolgozom, és ti ezt látjátok, akkor én a képről beszélek. Tehát nem használjuk evésre, ivásra, mosogatógépre, tehát még véletlenül se jó. Tehát nem ehető, nem esszük. Jó? Nos. Tehát a puring lakkal én így leszoktam fixálni, és akkor tényleg az most, hogy egy portörlővel, vagy egy kis nedves rongyal végigtörlöd az üvegképet, tehát annak semmi baja nem lesz. Hozzáteszem a Pentart üvegképeinek, tehát amik a Pentart alkoholbázissal vannak festve, azért 3-4 hónap után tökéletesen tisztítható, tehát csontkemény az anyag. Jó? Nos! Hát akkor még egyszer. Imádom, tényleg. Nem tudom, hogy mutatni, mert szemben hatalmas lámpa van. Remélem, így látjátok. De most, ami nagyon jó benne, hogy ezt már így félre lehet tenni. Tehát ilyenkor már semmi baja nincsen, fogom, és ide leteszem most a földre, jó? Hát így most letettem a földre, és akkor előveszem a cicust. Jó? Tehát dolgozunk egy kicsit a cicussal. Na, gyere, cicus! Tehát ez az, amit mondtam az előbb, hogy amikor a hölgyet festettem, akkor ugye az volt a probléma, hogy előre megfestettem azt a részt is, ami most itt fehér, tehát természetesen minden beleragadt. De hát most ugye nem szeretném előre megfesteni, tehát most azt csinálom, hogy cicust szépen, ő is tegnap készült, tehát cicus is tegnap készült, azt szépen bedörzsölöm, szivárvány színű cicusom lesz, tehát ilyen szivárvány türkisz, mert olyan jól néz ki a türkisz cicus. Ilyen türkiszes, fú, imádom a türkisz színt színekkel. Na jó van, azért legyen itt benne más is. Nézzétek csak, nagyon jó ám. Hogy látom, hogy látjátok. Megint jöhet a fekete papír. Tehát nagyon, nagyon kis jó színe van. Hova tegyem? Nehézem, tehát így tényleg tudom azt, hogy így egy kicsit itt hagyom a feketén, jó? Lehet, hogy így egy picit jobban látszik, mert utána úgyis leveszem, és akkor tényleg látjátok mindenhogy. Tehát most ilyen össze-vissza cicusolok mindent, mindenhova. Pirosat. Tehát az marad pigmentes, ami ugye fekete. Ez ugye azért néz ki most marha jól majd, nézzétek csak, mert itt például pöttyök vannak. Tehát a pöttyöket is most így be fogom pigmentezni, sőt lehet, hogy itt érdemes lenne az aranyat használni. Tehát a pöttyöket is jól bedörzsizem. Megint itt segítségül hívom így a kis nedves törlőkendőt. De tényleg ilyen minden színre. És ugye utána ki fogom szedni az üveg közepéről a pigmentet. És akkor a fennmaradó részeket meg fogom festeni. Tehát ez lesz benne a nagyon jó, és a nagyon izgalmas. És igen, tehát utána a cicát le fogom a puring lakkal festeni. Tehát főleg a krómos részeket. Most az üvegfestékre ugye nem feltétlenül muszáj rámenni.
Én azt nem is nagyon ajánlom, mert nem fog tudni megszáradni szerintem. De itt a krómos részeket teljesen nyugodtan. Semmi baja nem lesz. Sőt. Hát, hatalmas ötlet. Tényleg. Ja, és hát természetesen ugye a cicusnál itt is ugye a sötét részeket, azokat ugye dörzsöljük át. A kontúrt is nyugodtan, amilyenre szeretnénk. És mindjárt le fogjuk mosni az üvegről, jó? Na. Nagyon-nagyon jó beledörzsi kézzem. Na, hát most aztán tényleg adtunk neki. Azonnal mutatom. Hogy látjuk. Hopp. Tényleg őrült nehéz úgy elkapni a fényt. Remélem azért lehet látni. De mondom, tényleg ez akkor lesz egy csoda, amikor kipróbáljátok. Na, úgyni. És ugye kitörlöm. Ez a sima nedves törlőkendő, erre tökéletesen. Jó? Ugye azokat a részeket, ahol ugye alap van és betapadás, azokból nem nagyon tudom kiszedni. Hogyha véletlenül úgy érzed, hogy ott több jött ki, vagy nyugodtan még egyszer menj rá. De akkor most mindjárt jön az, hogy a többi részt, azt ki fogjuk tölteni üvegfestékkel. Na most, ha picikék benne maradnak, tehát akkor sem kell megijedni, ugyanis hát most, hogy ott egy picikét csillogni fog az üvegfesték, szerintem az abszolút nem számít, ha már úgyis a krommal dolgozunk. Megpróbálok koncentrálni. Úgyni. Hát én ezt imádom megint, ezt a lehetőséget. Hát mert most megint az lesz, hogy ugye, mint az őrült, nekiállok kontúrozgatni, és akkor kitalálni megint mindenfélét. Ilyen szín, olyan szín. Hát, nem láttátok véletlenül azt a kis pamacsot? Megvan. A kis pamacsot. Úgy, itt most egy kicsit letisztítottam az asztalt. Ja, hát igen, szóval erre figyeljünk. Külön asztalterítővel dolgozzunk, jó? Mert minden csillogni fog. Tehát a lakás most már nálunk azért jó pár napja csili-vili. Nos, akkor előveszek egy kis papírtörlőt. Még egyet, mert meg az asztalomat fogom összefesteni. És hát akkor itt van egy ilyen kékes krómos macskánk. Hát arra gondoltam, hogy akkor ennek a középső részeit, de itt is alkalmazhatunk egyébként feketét nyugodtan. Ugye többet én már nem teszek ide bele pigmentet, tehát csak és kizárólag az üvegfestéket. Na most itt van az, hogy akkor a hölgyeményt is. Veszek egy másik ecsetet, ez már úgy néz ki, hogy nem a legjobb. Tehát a hölgyeményt is, amit láttatok az előbb, tehát azt is, illetve hát ugye minden ilyet akkor így érdemes megfesteni. Tehát először használjuk a pigmentet, és akkor utána az összes többit. Én most itt belekevertem egy kis szintelent a kékbe, és most át fogom venni a pinket. Tehát szintén jön egy kis szintelen, és itt belenyúlok a pinkbe. Tehát ez a kék, a hajnalka, utána szintelen, és utána a pink. Jó? Itt maradok a pinknél egy kicsit.
Jó, itt most csak azt mutatom, hogy milyen lehetőségeink vannak. Itt nyugodtan le lehet egyébként törölni a kontúrról az üvegfestéket, nem fog lejönni a krompigment. Tehát maga a pigment, attól, mert így egy ilyen nagyon finoman így letöröljük az oda ráment festéket, tehát a kontúra ráment festéket, ott marad. Tehát semmi. Én azért szoktam egyébként így benedvesíteni a számmal a pálcikát, hogy ezek a szöszök ne kerüljenek vissza a festésbe. Jó. Na, tegyünk ide egy kis sárgát. És valószínűleg, hogy ez most a kamerába egy kicsit furcsán fog mutatni. Pontosan azért, mert ugye nagyon visszacsillog így a cicus, a krom. Na, így megpróbálom úgy megmutatni, hogy nagyon meg se folyjon. Nem tudom, mennyire látjátok. Erről is készíteni fogok majd így fotókat. És mondom, olyan érdekes a csillogása. Ezt még elmondom ma egy pár százszor, jó? Tehát egyszer, hát ha így sikerül rájönnöm, hogy melyik az a szög. Érdekes, mert amíg világos volt kint, és bevilágított a fény két oldalról az ablakról, addig egy kicsit máshogy csillogott. Azért maga a neonos fény, az nem feltétlenül biztos, hogy így jót tesz neki. A fotózásnál is, tehát megpróbáltam mindent, mobiltelefonnal bevilágítani, meg messziről, meg távolról, meg fürdőszobaneon, meg nem fürdőszobaneon, de hát nem igazán hatott semmi. Na, itt én maradok most akkor megint a pinknél. Jó. És akkor én alkalmazok még egy kis hajnalkát. Itt egész jó kis színkavalkád jött létre. Vegyétek légy szíves figyelembe azt is, hogy ugye mindenkinek a monitorja más színre van bekalibrálva. Tehát tényleg akkor fogjátok megtudni, hogy itt milyenek a valós színek, hogyha otthon elkészítitek. Meg fogom majd nézni utána a kérdéseket, és akkor tényleg mindent megválaszolok. Tehát nagyon nagy segítségem volt elebe ebbe a kamera beállításba, tényleg a Cippel Judit és a Juditnak a férje, aki tényleg, tehát el sem hiszitek, de a mai nap, hát majdhogy nem egy ilyen 5-6 órás játék volt, amíg ezt így végigvettük, ja, és hát persze tudni kell, hogy 900 kilométer van közöttünk. Tehát mindezt úgy, de hát nagyon remélem, hogy sikerült annyira jól, hogy ti ezt élvezzétek, mert hát ugye ez a lényeg. Na, nem tudom, tegyék bele egy kis narancssárgát, mit gondoltok. Most ide, hát legyen már tarka ez a cica. Na most, ha úgy érzitek, bármi nem tetszik a pigmentbe, akkor uzsgi meg, illefestjük feketére. Ennyi. Tehát semmi izgalom nincsen, tehát nehogy véletlenül azt higgyétek, hogy itt el lehet rontani bármit. Nem lehet. Hát lehetetlen. Régen én mindig frászt kaptam saját magamtól, mert hogy én ezeket a nagyon direkt színeket szeretem. Tehát, hogy én ezeket állandóan belementem ezek a nagyon-nagyon-nagyon direkt színekbe, de hát nézzétek meg mögöttem a falat, tehát minden fest ilyen tényleg ilyen intenzív. És hogy úristen, hát nem tudok szépen festeni. Meg, hogy úristen, hogy néz ki? Hát tiszta csiricsári. És most hát képzeljétek el, van egy orosz hölgy, aki itt Ridlingenben nagyon sokat járt be az üzletembe, és gyakorlatilag a mai napig, de a mai napig az összes olyan képemet, amire én azt mondom, hogy Jézusom, tehát ez már nekem is sok, megveszi.
Tehát minden olyat, ami ilyen nagyon intenzív színű. Tehát higgyétek el, mindennek megvan a vevője, tehát mindennek nem tudtok olyat készíteni, amire ne lenne vevő. Lehetetlen. Egy nagyon-nagyon fontos van, szívből. Tehát ami szívvel készül, majd ide mindjárt tesszünk a cicának a szeméhez egy kis feketét, jó? Mert itt szerintem visszafeketítjük a cica szemét. Tehát minden, ami szívvel készül, szeretettel, benne van úgy a lelkünk és mindenünk, arra mindig megjön a vevő, higgyétek el. Előbb vagy utóbb. Van olyan képem egyébként, ami 10 éve itthon van. Néha el akarom adni, néha nem. Jó, tehát ezzel tényleg csak annyit szeretnék mondani, hogy bátran. Tegyétek oda, fessétek oda, rakjátok oda. Jó? Tehát abszolút energikusan. Ha szívetek, lelketek benne van, akkor az úgy tökéletes, ahogy van. Néha én is kíváncsi vagyok, hogy ebből mit fog kihozni. Na most, itt a pöttyöknél ne tegyem bele a fejemet, ugye? Nem arra vagytok kíváncsiak. Tehát itt a pöttyöknél, hát igen, itt kerüljük ki a pöttyöket, jó? Tehát ez így nem olyan nehéz. Jó, itt óvatosan így egy kicsit kikerülgetjük a pöttyöket. Jó? És itt is lehet ám árnyolni. Tehát itt is alkalmazhatunk. Én most, ahogy ugye a pinket meg a sárgát összekevertem, kaptam belőle egy jópofa kis narancssárgát. Tehát én itt folytatni fogom narancssárgával. Most már elég jól felhalmoztam ide minden festéket, ugye? Hát én itt folytatni fogom narancssárgával. Úgyni. Most egy kis színtelen. Ide hozom magam mellé. A festéket próbáljátok meg mindig ott tartani, igazából, ahol a legközelebb van a munkához. Ez azért jó, mert akkor tudja, hogy nem lesz minden tiszta festék. Persze természetesen ezek olyan dolgok, amit az ember festés közben soha nem csinál meg. Mert annyira el vagyunk foglalva a koncentrálással, hogy ott valahogy nem így jön össze a dolog. Szóval ez most így egy ilyen igazán borzasztóan tarka macska lett. Ezt csak azért szerettem volna így csinálni, hogy azért valamit fessünk is. De meg lehet azt is csinálni, hogy mondjuk fekete pigment, csak már az előbb annyi fekete pigmentet festettünk, tehát, hogy ugye a fekete és a kromporok. Arra gondoltam, hogy így ne csak abba menjünk el. Természetesen a későbbiekben ugye így végig körbe rákerülhetnek a számlapok. Na, mi legyen? Sárga, ugye? A pink meg a sárgából lesz egy jó kis narancs. Hogyha úgy érzed, hogy többet szeretnél tudni így az üvegfestésről, akkor nagyon sok szeretettel várlak az üvegfestő iskola oldalán. Tehát rólam azért tudni kell, hogy én most már, nem is tudom, 15, 16, nagyon régóta. Nem akarok hazudni, majd kiszámolom. A pentárt festékeivel dolgozom. Én borzalmasan szeretem őket. Tehát, hogyha esetleg most nézed így az első videót, ezt így azért mondom el, hogy tényleg értsd azt, hogy én miért ragaszkodom hozzá. Nem buborékosodnak, nem száradnak be könnyen, borzasztóan könnyen kezelhetőek a színek. Az egyik legnagyobb színkínálattal rendelkező üvegfesték. És ami engem borzasztóan meggyőzött, nagyon ritkán van belőle hiány, tehát nagyon-nagyon ritkán előfordul, ez általában a kereskedőnél fordul elő, tehát bátran lehet rendelni, mert szokott lenni, tehát mindig van festék, nincs probléma vele. Ha véletlenül mégis teszem azt mondjuk, hogy a színtelen elfogyott, akkor
van rá megoldás, hogy a metálos színeknek a tetejéről leöntsük egy kicsit, majd utána visszaöntsük rá a színtelent, amikor megkaptuk. Ezeket az előző videókban mind-mind elmondtam, tehát rengeteg lehetőség van a pentárt festékeiben, gyönyörűen keverednek egymással a színek. Tehát lehet folyatni, lehet stabilizálni a festéket, hogy ne folyjon nagyon szét. Tehát annyira, annyira fantasztikus, hogy én személy szerint ezért ragaszkodom hozzá. Ennek ellenére természetesen gondolom mindenkinek megvan a saját kedvence, de higgyétek el, érdemes kipróbálni, hogyha valaki még nem tette, mert fantasztikusak. Itt, nézzétek csak, nem tudom mennyire lehet látni. Itt annyi történt, hogy a kék krompigmentre rámentem sárgával, a pöttyökre. Tehát a kék krompigmentre rámentem sárga üvegfestékkel, ezáltal megzöldült. Na, oké. Ha itt szeretnétek még színesíteni, akkor úgy, ahogy az előbb mutattam, tehát szépen átmegyünk rajta festékkel. Olyan festékkel, amilyennel szeretnétek. Tehát a krompigmenten való festés az ugyanolyan, mint hogyha az üvegen festenél. Jó? Fantasztikus! Imádom. Mindjárt fölemelem, és akkor mutatom. Nézzétek csak! Annyira színes cica lett! Annyira nagyon színes cica! Hogy mutassam. Remélem, így nem nagyon folyik meg. Most ugye ez a feketén nem nagyon fog látszódni, mert a feketén ugye ott csak a krom fog intenzíven kijönni. Ugye itt azért annyira nem. Azt esetleg meg lehet csinálni. Ugye, akik régebben festenek, azok tudják, hogy amikor a fehér festékkel keverünk össze bármilyen színt, akkor egy pasztelárnyalatot kapunk, ami nem lesz áttetsző. Jó? De hát mutatom, egy pillanatot kérek. Jó? Ja, visszakérem magamat. Tehát ez így néz ki. Tehát ugye pasztel, transzparens, pasztel, transzparens. Tehát ha elveszem mögüle a papírt, akkor kristálytisztán látszik az, hogy melyek az áttetsző színek, hiszen ugye átlátunk, és melyek azok a színek, amik pasztel színek. Tehát azt is meg lehet csinálni, hogy az alapszínt ugye összekeverjük fehérrel, amire a cicát szeretnénk tenni, vagy amire a cicát szeretnénk festeni, és utána ugye ezzel festjük meg a króm pigment körüli cicás kihagyott részeket, és akkor viszont mögé tudjuk tenni a feketét, mert akkor nincs vele semmi gond, ugyanis a pasztelnak ugyanaz a színe megmarad, ugye? Ráadásul, mutatok még egyet, ráadásul, ha megnézzük, akkor a csillámos színek, tehát itt is a metálok, most egy pont fordítva látom magamat, tehát az rendezői jobbal az még nem annyira megy, de itt is ugye, ha elveszem, akkor ott látszódnak a transzparens színek, tehát az áttetsző színek, ugye a belső körön, külső körön a pasztel színek, fölül a csillagosok, a csillámosok. Azért van itt szétszórva, mert ugye a saját családjához tettem be, tehát a narancssárga a narancssárgánál van, a piros a pirosnál van, a pink a pinknél van, a kéknél van, tehát hogy lássuk, illetve a metáloknál is. Tehát ezt is lehet így kombinálni, jó? És akkor tényleg akkor a hátuljára meg ugye odarakhatjuk a feketét, mert akkor igazából teljesen lényegtelen, hogy milyen a hátulja, de ugye a feketén mégis sokkal intenzívebben ki fognak jönni a króm színek. Na, hát gyakorlatilag kész vagyunk. Jaj, hogy mutatom? Így mutatom. Próbálok megint egy fehér lapot ide tenni. Kicsit csínyen próbálok meg beleválni, nehogy megfoljon a festék. Na.
Ja, még mit ígértem? A feketét ígértem, ugye? Hogy a személyhez beletesszük a feketét. Ez egyébként így van a festésben mindig. Tehát azt hiszem, hogy végzem az egésszel. Vége, kész vagyok. Jaj, de jó. Aha, de hogy is. Na nézzük csak. És ide beletesszük a cicának oda a személyhez a feketét. Úgy. És hát utána, hogy nagyon cicás legyen, mondjuk az órát is befesthetjük feketére, ha szeretnénk, hogy nagyon cicás legyen, még majd egy fehér pöttyöt kontúrral tehetünk a szemébe, és akkor aztán már tényleg nagyon cicás lesz. Jó? Ahogyni. És amikor megszáradt, akkor érdemes ugye a bajszokat rátenni még, azt természetesen kontúrral meg lehet húzni. Jó, és még a számlapok azok rákerülhetnek, és akkor azokat is, a számlapokat is, nézzétek csak, tehát itt vagyok, azokat is lehet ugye a porral, a kromporokkal megint. Érdemes azt is kipróbálni, hogy itt például a cicusnál úgy készítettem el, hogy a cica fekete, és itt viszont körbe gyöngykontúr van lepigmentezve. Jó? Tehát a gyöngykontúrok is nagyon-nagyon jó alapok. Jó? Tehát nyugodtan a Sparking Goldot, tehát csillogó aranyat, illetve a gyöngyöt azt érdemes alkalmazni. Na hát szerintem most így mára ennyi volt. Mindjárt visszahozom még ide, amit elkészítettünk. Jó, tehát itt még egy kicsit megpróbálom meglebegtetni. De hát igazából ez volt a ma este. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e elkészítenetek. Ha bármilyen kérdés van, akkor akár itt, akár az üvegfestő iskolán nyugodtan tegyétek fel. Én még most fogok pár ilyen kis dolgot készíteni a pigmentekkel, mert hogy nekem nagyon tetszenek. Tehát most megint lett egy új szerelem, ugye volt a gyanta, tehát az is egy ilyen hatalmas szerelem volt. Meg most van ugye ez, és a Krisztának ugye láttam a videójában, hogy ő meg ugye le is, tehát hogy ezt le is lehet önteni gyantával, tehát most még jön az, azt is kipróbáljuk, hogy ugye gyantával leöntöm, és hogy akkor mi lesz belőle. Jó, tehát én akkor lassan szeretnék tőletek elköszönni, tehát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. És hát nagyon remélem, hogy akkor sikerül elkészítenetek ezt a kis tökéletességet, legalábbis én imádom. Jó, ha bármi kérdés van, tényleg tegyétek föl, és akkor nagyon szép estét kívánok a továbbiakban. Sziasztok!